Edith Kéről azt kell tudni, hogy ő azt mondta, kapaszkodj, hogy ő már a kalambót a felénél, a kalambóba a felénél tudja, ki a gyilkos. Na most, akik nem nevettek, ti így. A rövidhajú fiatalember, te se, bazd meg, figyeltem. Gondolom, nem nézitek a Csoki tévét, mert nem. A kalambó az mindig úgy kezdődik, hogy egy ember megöl egy másikat. Tehát, hogyha te nézed a kalambót, kb. Tudod ki a gyilkos, mert hogy mutassák. Plusz azzal beszélget kalambó 41 perc 27 másodpercet. Editke a felénél jön rá. És a szavazata ugyanannyit ér, mint a tied. Csak azért mondom. És gyereket nevel, bazd meg. Csak azért mondom. Hódmezővásárolni nincs itt senki, mert ilyenkor már félek, bazd meg. Hogy... Jó, rendben. Kérem szépen, azt mondja Editke, hogy átment a templomhoz, kihívta a papot, mert ő nem megy be. És a pap kijött, és megkérdezte a paptól, hogy muszáj-e itt folyamatosan harangozni, mert őt zavarja. 72 éves, azóta ott lakik, bazd meg. Most esett le neki. És így anyámmal néztük, és kérdezte anyukám, hogy mit mondott a pap. Azt mondja, csak nézett. Amikor elment Edith, annyit mondott, hogy anyám, ő erősen katolikus, azt mondja, szerinte azon gondolkodott a pap, hogy az inkvizíció az nem is volt olyan nagy hülyeség. Mert annak idén az ilyen asszonyoknak ugye hátrakötötték a kazét, bebaszták a Dunába, oszha feljött boszorkány, agyonverték, ha meg nem jött föl, hát mondták, hogy szegény, hát... Szavót értelme, maradjunk ennyibe. Ugye olimpiáról mesélt Ádám, már megint, van ez a hülye sport, nem tudom ki ismeri, amikor két faszi így dróttal piszkálja egymást. Meg van ez? Annál nagyobb hülye sportot bazdmeg. És mindig azon veszekednek, ha észrevetted, mindig bejön 32 öltönyös ember, hogy működött ez a... Az az elektromos ruha, ami rajtuk van. Tudod, ez a... Na! Azt villog a kurva anya. El van rontva ez a sport. Ezt úgy kell, hogy ki kell élezni a kardot. Akin van egy 8 centis vágás, az a második. Ugye? Nem kell veszekedni, meg... Kolosszeumban se volt második, ez nyert, ő meg kapott egy láncsát így a fejébe, az kész, meg volt oldva. Akkor van a Iron Ladi, van egy ilyen sportoló nőnk, nem tudom, Iron Ladi, nincs, nem is, Iron. Ez a neve, Iron Ladi. Úszó. Na, a haverom azt mondta, hogy szerinte azért olyan gyors, mert amikor beúrik a vízbe Iron Ladi, akkor kinyílik itt neki egy kis ajtó, és egy kis propeller erő. Már ilyen pici aksik vannak, bazni. Hát a simán befér. Volt olyan csajom, egy fírellé befért neki. Ezt a poén csak férfiak érték. Ez mindegy, de ez... Na mindegy. Az én gyerekkoromnak is megvolt a csodálatos úszónője, nem tudom, emlékszünk-e rá. Ugye a királynő, ki emlékszik rá? Egerszegi Krisztina. Igen. És ugye az ő, hogy mondjam, sikereiből semmit nem von le, hogy azokkal az NDK úszónőkkel, aki ugye együtt harcolt a vízbe, azok az NDK úszónők azóta már ugye két gyerekes családapák. Hát volt olyan, hogy aranyérem áll a első helyezett Egerszegi Krisztina, 40 centiről lejjebb indult az NDK úszónő, és így volt 8 centivel magasabb. Az Günther volt a Stázitól. Lekapcsolta a faszát, azt ment úszni, basz. Ilyenek voltak. Ilyen NDK bajszos úszónők. Csodálatos. Hát ez már csak megint engem érdekel. A mikorunkban voltak.
nem is volt mellük. Hát az úgy néha reggelente, de ilyen irtózatos. A másik ilyen elvetemült sport, sakk. Sakkvilágbajnoki döntő, azt ember csak egy ember néz. A sakkvilágbajnoki döntő az mindig úgy kezdődik, odáig nézik az emberek, hogy egyik oldalról bejön egy ilyen pupos, öltönyös ember, általában orosz zsidó, ebben most nem megyünk bele. A másik oldalról megint bejön egy ugyanilyen kinézetű, kezet fognak, ad a kezet. Így, kezet fognak, idáig mutatja a tévé, utána ember nem nézi. Egy ember nézi Magyarországon, a volt főnököm a rádió kabaréból, Teddy, Farkasházi Teddy, egyszer jött be a kabaréba, azt mondta, ő egész éjszaka nem aludt. Mondom, Mimike? Ezt nem értette. Azt mondja, a sakkvilágbajnoki döntő volt. Az olyan izgalmas, mond. Nem fogom elhinni, mi történt éjjel 3-kor. A 32. lépésben mondom, micsoda Teddy, mondom, fölrúgt asztalra együtt a csávót. Azt mondja, nem, figyelj, megtolta a D3-as gyalogot, mondom, Teddy, mondj még kettőjét. Megtolta a D3-as gyalogot, öcsém. Reggel 6-ig nem, olyan szívdobogása volt, hogy a D3-as gyalog előre ment. A D3-as gyalogot. Kurva élet. Na, megvagyunk. A D3-as gyalogot. Á, ez is el van rontva ez a sport. Ezt úgy kell csinálni, ezt a sportot, hogy most a Tesco-ba lehet kapni olyan nejlonzacskót, ami nem 9000 év alatt bomlik le, hanem csak 8000 év. Az egész más. És a csávóknak rátenne a fejére, egyszerre, azt amíg levegőd van. Sakkvilágbajnoki döntő 19 óra 2-től 19 óra 9-ig. 6 milliárdan néznék, aznap kifullad meg. És a speaker tök jól tudná leközvetíteni, hogy Kasparov csodálatosan játszotta ki a Smesnyikov megnyitást, de 4 perc 11 másodpercnél megfulladt. Győzött Baliról a gyöngyhalász. Igaz, 4 bábúja maradt, de nem fulladt meg, bazd meg. Annak lenne értelme. A legnagyobb sport a világon, nem tudom, azt a Eurosporton szokták mutatni, nem tudom, hölgyeknek. Kriket, elmondom milyen, az csak ott játsszák, amit Anglia elfoglalt. Tehát tulajdonképpen a földi 4/5 részén. Csak akkor játsszák, amikor 42 fok van árnyékban, és kötött pulóverben, ilyen norvég bálnavadász pulóverben. Én, amilyen dagadt vagyok, az öltözőbe megfulladnék. És kijönnek úgy felöltözve, mint a Mikulás. És az a feladat, most nem tudom pontosan elmondani, hogy 23,8 méterre le van szúrva 2 bot a fűbe, figyelj, de akkor láttál ilyet. Rátesznek egy másikat keresztbe, egy másik kis botot, és 23,8 méterről, ez valami angol, mit tudom, minek a mértékegység, mindegy, onnan egy csávó, egy pulóveres gyerek, bot, el kell találni egy labdával, pattanásból, bazd meg. De hogy nehogy véletlenül eltalált 23 méter, 80 centiről a labdával, pattanásból azt a darab fát, áll egy csávó egy ilyen nagy mángorló fával, egy ilyen nagy, egy ilyen 17 centis deszkával, mint a baseballba, izé, hogyha véletlenül arra pattan a labda, egy kurva nagyot belebassz, hogy így blokkolta. 41 éve nem találták el azt a szar. Pedig a királynő kihirdette, hogy lefekszik, akinek sikerül. Gondolom ezért nem találják.